Sziasztok! Ismét Krisz vagyok. Tavaly már volt róla szó, hogy jelentkezni fogunk majd egy ilyen kajás vloggal is, és akkor végül is ennek most el is jött az ideje. Először úgy volt, hogy Gergő főz majd, de aztán az elfoglaltságai miatt mindig olyan időpontban tudta megcsinálni a kaját, hogy vagy késő este, miután már 10-kor azért a munkából, vagy hajnalban munka előtt. Aztán így a videózást nem tudtuk összeegyeztetni, így megbeszéltük, hogy majd megcsinálom én, hiszen végül is ugyanazon az étrenden vagyunk körülbelül. Hát annyi, hogy ő mindenből kicsit többet eszik. Többet visz be, több tápanyagot, több kalóriát. Na de hát hiszen ő 150 kiló, én pedig csak 100. Így neki kell is több. De hát ez, ahogy mondani szoktam, ez nem egy atomfizika. Tehát itt be kell vinni a megfelelő mennyiségű fehérjét, szénhidrátot, zsírt. Fejlődni fogunk. Ennyi. De nem kell ezt túl komplikálni. Azt, hogy most miből viszed be, az gyakorlatilag mondhatnám, hogy erős ember sportban szinte teljesen mindegy. Nyilván próbálunk az egészségesebb irány felé elmenni. Erős ember sportolóknál nem cél ugyebár a kockahas, de hát igazából most én magamról beszélve gyakorlatilag ilyen 15-20% között van a testzsírom 100 kilós testsúlyjal is. Az meg így az erős ember sporthoz tökéletes. Amúgy egyébként mindketten nagyon nehezen tudunk tömeget növelni, tehát nekem is a tömegnöveléshez sokkal több kalória meg kaja kell, mint amit majd ebben a videóban láttok, meg Gergőnek is. Tehát ez most, ez nekem egy ilyen maximálisan szinten tartó adag lesz. 4 adagot szoktam készíteni minden nap, és akkor ehhez még hozzájön egy reggeli zappályos fehérje és turmix, valamint még az edzés utáni turmix is. Próbáljuk nem csak egyszerűen, gyorsan, hanem olcsón is megoldani. Klasszikus rizs, némi zöldség, egy kis csirkemell, és hát a darált hús. Általában disznóból sertés. Ezekből lesz majd a napi menü. Először kimérem a rizst, azzal szoktam mindig kezdeni, azt felrakom főni, és akkor utána jöhet majd a többi összetevő. Itt kicsit nehezen kapcsolt be a mérlegem, látszik is, hogy ki van törve ott a gombja, aztán bepárásodott. De majd megmutatom, hogy hogy lehet megjavítani, hogyha ilyen hibája van, hogy tönkre megy, hogy nem működik a bekapcsoló gomb. Majd lehet csinálok egy vlogot a mérlegjavításról is. Nagyon egyszerű egyébként. Sokan el szokták dobni, ha már nem működik a bekapcsoló gombja, de gyakorlatilag 10 perc alatt meg lehet javítani. Szóval rizs kimérve. Úgy szoktam, hogy először kicsit így megpirítom, vagy megpergelem, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani. Hát csak éppen addig, hogy kicsit úgy látszódjon a szemeken. Azért nem égetem oda, de kicsit azért barnulnak. És majd utána jöhet a... Hát nem dupla vízzel szoktam dolgozni, hanem kicsit kevesebbel. 500 g-hoz 900 ml vizet szoktam hozzárakni. Csak hát a séker az 600 ml-s, szóval így kétszer öntök, hogy meglegyen a 900 ml. Utána felrakom a zöldségeket is. Igazából ez amilyen éppen van. Itt is a legolcsóbbat, az akciósat szoktam venni. Ezt nem szoktam kimérni, hanem csak így megborítom a kis lábast, aztán amennyit úgy jónak látok, vagy amennyi fér bele. Ez ilyen vegyes zöldség volt, a másik pedig brokkoli. Zöldségek mellett ott készül közben pörkölt is, az most nem az én kajám lesz, azt apu csinálja. Jött a darált hús, 1 kiló, ez 2 adag, ez 2 nap, én csak fél kilót eszek egy nap. Csak hát meg szoktam csinálni így egyszerre. Megsütöm az 1 kilót, és akkor már másnapra meg lesz. Beküldöm a mikróba. Rányomom az olvasztást. Beállítom a súlyát. 1 kiló, igaz, 100 grammal többet szoktam mindig, hogy kiolvadjon jobban. Mert van, hogy a közepe fagyos marad. Aztán ilyen 16 perc alatt ez meg is van. A rizs az közben már ott szépen fővöget, fedő nélkül. Én nem szoktam rátenni a fedőt, csak a végén, majd elmondom, hogy miért. A zöldség is fő. Közben itt a hús kiolvadt. És akkor mehet ez is a előmelegített serpenyőbe. Igazából most én csak azt mutatom meg, hogy én hogy szoktam készíteni ezeket az ételeket. Egyértelmű, hogy nem így kell. Tehát ezt meglátná egy szakács, vagy egy konyhában jártas ember, főzéshez értő ember, biztos fogja a fejét majd, de engem igazából abszolút nem érdekel így az ízek, vagy az állagok, vagy mit tudom én, kicsit odaég a rizs, vagy
pudingosabb lesz. Vagy a hús is például, teljesen mindegy. Nekem a tápanyagtartalom a lényeg. Tehát én azért főzöm, hogy meglegyen az adott tápanyagtartalom, nem azért, hogy most egyek egy finomat. Persze nyilván nem hátrány azért, hogyha finom, de igazából teljesen mindegy. Bármilyenre sikerül, az jó, úgy megeszem, fűszerezni sem nagyon szoktam egyébként semmit. A rizst se, a zöldséget se, még sót se rakok bele. Egyedül kicsit majd a húsra. Amúgy a rizs elkezd így a vizet elfőni, akkor szoktam lefedni. Addig fedő nélkül nyomom. Lefedem és utána kizárom a gázt alatta. 10 perc, felveszi a kis maradék vizet és tökéletes állagú lesz. Jöhet a hús közbe. A húst azt egy minimális sóval, borssal, meg egy kis fűszerköménnyel szoktam így fűszerezni, aztán annyi. Ezt se viszem túlzásba. Ezen kívül nem használok semmilyen fűszert. Ahogy mondtam is, nekem tehát abszolút teljesen jó fűszer nélkül is minden. Ugyanúgy meg tudom enni, hogyha semmi ízem nincs, akkor is. Tehát ez nálam ez nem opció a főzéseknél soha, hogy most hülye, ez finom legyen. Mármint ha magamnak készítem. Nyomok rá egy kis köményt. Aztán ez ott elsülöget majd szépen. Addig a kis csirkemellemet is kiolvasztom. 200 g. Be is lövöm 200 g-ra. Itt nem szoktam többre, mert olyan gyorsan kiolvad, hogy többre teszem, ha van, hogy 300 g-ot is próbáltam, de hát akkor már meg is sül félig. Elég neki, ez bőven. Igazából ez a 200 g ez is egy ilyen pénztárca kímélő megoldás, mert lehetne ebből fél kilót is, de én igazából soha az életben nem vittem be tesszük kilogrammonként olyan 1-1,5 g fehérjénél többet. Tehát én minden eredményemet, akár testépítésben is van fent videóm arról is, testépítő formákról, meg az erős embert azt már ismeritek, tehát ilyen 1-1,5 g-nál többet én nem vittem be sokat. Nekem inkább mindig a szénhidrátot kellett növelni, hogyha nem jött a tömeg, nem izmosodtam. Volt, hogy testsúly kilogrammonként, mikor ilyen 103-4 kilóra fel tudtam vinni a súlyomat, akkor ilyen testsúly kilogrammonként szinte 10 g szénhidrátom voltam. Hát plusz még a fehérje zsír. Összevágom szépen, kockára. Vagy ahogy sikerül, teljesen mindegy, ezen se szoktam aggódni. És akkor kikészítem a tányérokat a tálaláshoz. 4 adag lesz. A rizs az kész, közben már szerintem kizártam a zöldség alatt is. Hús is kész. Mindjárt kiszedem a húst egy kis tálba, és akkor utána ott a ugyanabban a serpenyőben megcsinálom a csirke mellett is. El sem szoktam túlégetni, éppen csak kicsit úgy, hogy fehéredjen ki. Aztán elég neki annyi, megpuhul hamar, és akkor már ehető is lesz, nem lesz olyan rágós, meg szikkott. Tehát így körülbelül ez így a kész állaga. Nem fűszerezem semmivel. A végén a tálalás. Ez összesen a turmixaimmal együtt egyébként kicsivel több mint 5000 kalória. Tehát nekem ez az 5000 kalória kell ahhoz, hogy ilyen 98 és 100 kg között meg tudjam tartani a súlyomat. Hogy ne csökkenjen le, de ne is menjek 100 fölé. Tehát nekem ez most az a szinten tartó adag, ez az 5000 kalória, 5100 pontosabban.